mai nap folyamán is a legfontosabb dolog az az, hogy zavartalanul lezárjuk a népszámlálást. Megtörtént, és folyamatosan vesszük át a népszámlálási biztosoktól a papírokat. Elég sok munkája van a körzetfelelősöknek, mert le kell ellenőrizik, és az aláírásukkal kell ellenjegyezzenek minden egyes papírt. Reményeink szerint valamikor ma délután vagy holnapig ez megtörténik. Ezt követően pedig össze kell hívnunk a Városi Népszámlálási Bizottságot, hogy vegyük tudomásul, hagyjuk jóvá, és kezdjük el az adatok átadását és a papírok átadását megyei statisztikai hivatalnak. Ezzel párhuzamosan a másik prioritásunk az, hogy az intézmény zavartalan működését biztosítsuk itt. Hétfőtől kezdve egy nagyon feszített munka ütemben folyik a tevékenység. Már csak azért is, mert eléggé megbolygatták a hangulatot a múlt heti események, és számos olyan probléma elintézetlenül maradt, amit a múlt hét csütörtökön pénteken kellett volna elintézni. Működnek a bizottságok, szakbizottságok, megtörténtek azok az operatív gyűlések, amelyek a mindennapos munkának a előkészítő folyamatai vagy beszámolási része a mindennapos munkánknak, és felkészültünk például a hétvégére is, a mai nap folyamán megtörténtek azok az egyeztetések, amik arról szólnak, hogy foci meccsünk lesz hétvégén, és nem is akármilyen, kézilabda meccs, rezidens vizsga zajlik Kolozsváron, és számos olyan előkészítő biztonságot, főleg biztonságot érintő kérdésben kellett egyeztessünk a különböző intézményekkel, amik a különböző események zavartalan lefolyását biztosítják.